Zala és Vas megye határán található, amint egy 1000 lakosú község, Egervár. A település festői szépségű reneszánsz várkastélyában rendezte meg a Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége 2018. évi találkozóját erdőtulajdonosok, szakmai szervezetek, valamint a szakigazgatási intézmények képviselőinek meghívásával. Olyan szélsőséges időjárási körülményekkel találkozunk, ami mondjuk azért elképzelhetetlen lett volna 20-30 évvel ezelőtt, és akkor ha azt látjuk, hogy milyen ütemben változnak, sokasodnak még ráadásul ezek a szélsőséges időjárási viszonyok, akkor a fene tudja, hogy a következő 20-30 évben mi fog elkövetkezni. A megnyitót követően a nagy rendezvény résztvevői tölgy és hársfákat ültettek. Az elültetett fák a Hajdú Tibor fasor nevet kapták, tisztelegve Hajdú Tibor erdőmérnök és vadgazdamérnök munkássága, életútja elért eredményei előtt. Méltatlanul rövidre szabott életedet áthatotta az erdő, a vad és az erdész szakma szeretete. Egy szakma gyászolt akkor, és egy szakma érzi most is a hiányodat, és annak a hiányát, amit emberségeddel te képviseltél közöttünk. A Megosz 2018-tól évente 3 a magánerdőgazdálkodásban kiemelkedő tevékenységet végző kollégát tüntet ki munkássága, életútja elismeréseként Rimler Pál éremmel. Ez alkalomból az elismerést Vas László erdésztechnikus és agronómiai üzemmérnök, Nádas József erdőmérnök, valamint dr. Gácsi Zsolt erdőmérnök kapta. 2018-ban a Megosz emlékérmet az Andreas Stiel kereskedelmi Kft. Vezetésének, valamint a Valkon 2007 Kft. Vezetésének adták át. Mai rendezvényünknek az egyik legszebb és legérdekesebb pillanata volt kint, ahogy elültettük ezeket a fákat közösen a gyerekekkel, ami elképezte a facsemete és az ember csemete közötti kapcsolatot, és reményeink szerint ez az a kapcsolat, ami majd a magyar társadalmat, itt ezt a környéket is meghatározza, és a jövőben is a jövő nemzedékei, akár fa ültetvényről, akár gyermekekről beszélünk, megtanulnak, meg tudnak együtt élni. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, nem feltétlenül mi itt a teremben ülők, de azt gondolom, hogy ez a generáció, a Földnek ez a generációja, a kontinensünknek, a most itt élő emberek egy nagyon nehéz időszakát élik. Jól tudjuk, a Kárpát-medence jelenlegi számítások szerint az egyik leginkább kitett vidéke a klímaváltozásnak a Földön belül. Most már a kutatások döntő többsége bizonyítja, hogy az erdő minősége, mennyisége, az erdőben borított területek aránya az alapjában véve meghatározza a klímaváltozás módját, mértékét. Természetesen sokkal jobban meghatározza az a rengeteg üvegház hatású gáz kibocsátása, de mégis ezen az oldalon, ami a problémákat orvosolja, ott első helyen találkozunk rögtön a föld növényzetével és az erdő borítottság kérdésével. Nem is biztos, hogy fel lehet készülni, inkább azt lehet tenni, hogy megpróbálunk a mai tudásunk, vagy a mai tudásunkból a jövőre vetített következtetéseink alapján egy úton elindulni, és reménykedni abban, hogy ez az út, ez jó irány, és a klíma nem fog olyan mértékben megváltozni, ami ezt a kidolgozott utat is aztán majd lehetetlenné teszi. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az ez, hogy legyen egy elképzelésünk, egy tudományos alapokon nyugvó elképzelésünk, hogy milyen irányba kell tovább haladnunk. És hogyha ezen az úton el tudunk indulni, akkor véleményem szerint esélyünk lehet arra, hogy a klímaváltozás hatásait mérsékeljük itt a Kárpát-medencében is. Büszkén mondhatom el, hogy az elmúlt 20 évben a magánerdő 200 000 hektár új és kiváló minőségű erdőt telepített. Valóban a Nemzeti Erdőstratégia kitűzött célja, hogy az erdőségünk 27%-ra emelkedjen. Természetesen ez nem megy egy-két nap alatt, évtizedekbe kell gondolkodni. De ennek a feltétel rendszerét közösen meg kell teremtenünk a kormányzati szervekkel.
Több olyan jogszabálymódosítás is előttünk áll, amely komoly kihívást jelent. Vannak olyan feladatok, amelyek kifejezetten sürgetőek, hisz a megbízási jogviszonyoknak a rendezése, pillanatnyilag az erdő használatnak a kérdése nagyon sok embert foglalkoztat. Itt nagyon jelentős földterületről van szó. Ez jelentős mértékben meghaladja a teljes magánerdő által használt területnek az egynegyedét, akár az egyharmadát is elérheti. Az idei nagy rendezvényünk abban különbözik az elmúlt évekétől, hogy egy 4 éves ciklus végén vagyunk. Tudod, hogy 2019 májusában megosz választások lesznek, így ezen a rendezvényen 4 év munkájáról adtam tájékoztatást. Nagy büszkeséggel tört el, hogy valóban olyan dolgok történtek ebben az elmúlt 4 évben, ami a magyar erdőgazdálkodás számára, azon belül a magánerdőgazdálkodás számára meghatározóak. Fontos kiemelnem az erdőtörvény módosítását. 2017. szeptember 1-től életbe lépett a 2009. év 37-es törvénynek a módosítása. Ez a törvény, amikor már a magánerdőről beszélünk, kigyomlálta azokat a sajátosságokat, hibákat, amik nehezítették a magánerdőgazdálkodást. Valójában a magyarországi erdősültség mértékének növelése erről a 21%-ról 27%-ra, amit a következő néhány évtizedben szeretnénk elérni, ez alapvetően a magánerdőgazdálkodók kezében van. Úgyhogy övék a jövő, remélem, hogy sikeresen tudnak majd együttműködni egymással is, és mi is sikeresen tudjuk az ő munkájukat segíteni. A természetes környezetünk építése a cél a gyermekeink környezettudatos nevelésén keresztül. Az erdő marad a műhely, ahol a gyerekeink megtapasztalhatják, megszerezhetik azt a tudást, ami a természet megérzéséről szól. Elemi érdekünk, hogy növekedjenek az erdőterületek, és ehhez szándékkel és a forrást hozzá lehet rendelni. Jó esély van arra, hogy Magyarország erdősültsége növekedjen, és ennek a növekedésnek a magánerdő, a magántulajdon lesz az alapja. Én azt hiszem, hogy ezekre a konferenciákra, összejövetelekre szükség van. Szükség van arra is, hogy a kormány, az állam megfelelő pénzügyi ösztönzőkkel és jó jogszabályokkal támogassa azokat, akik ezen az úton indulnak el. És szükség van arra is, hogy folytassuk az erdősültség növelését itt Magyarországon, mert úgy gondolom, és mindannyian úgy látjuk, hogy ez egyik kulcsa lehet a klímaváltozás hatásainak kiküszöböléséhez.